játékot aludtak itt a három éjszakán. Hello, sziasztok! Osszátok meg ezt a videót ti is. Az összellenzék vonul itt most, ha jól láttam, és éppen a nyugdíjfolyósító intézethez feszik az irányt a képviselő hölgyek és urak. Előtte sajtótájékoztatót tartottak és elmondták, hogy tiltakoznak a rabszolgatörvénynek a köztisztviselőkre való kiterjesztése ellen is. A köztisztviselőknek március 1-től napi 9 óra munkaideje, és hát a 25 napos alapszabadságot lecsökkentették 20 naposra. Ez a két legfontosabb intézkedés, ami hátrányosan érinti a magyar köztisztviselői kart. Éppen ezért figyelmeztető sztrájk lesz március 14-én, hogyha jól tudom. Erre ösztönzi az ellenzéki pártok a dolgozókat, hogy vegyenek részt, illetve hát most pedig egy demonstrációra készülnek, illetve hát a nyugdíjfolyósító intézethez szeretnének elmenni, de ha jól látom, akkor meg is álltak egy pillanatra, hiszen hamarosan akció lesz. Hogy konkrétan mi és hogy, az majd mindjárt kiderül. Menjünk egy kicsit előrébb. Igen. 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 Ig
Jó, oké, menjünk akkor, jó? Facebook nézőit, és akkor most szeretnénk valódi üzeneteket átadni a magyar állampolgároknak, mert nekünk nagyon fontos Európa, szeretjük Európát, ezért is a programunk a címe a Haza szeretett Európa, és az emberek is tudják, hogy most már egyre magasabb az emberek a száma, akik igenis gondolják Európa közepén, az EU közösségében élni jó és csak pozitív hatása van Magyarországon. Ati! Az mi? Hol van Bence? Nem Bence? Az a bőrbe.
Ha ha! 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 Ha ha!
vállalhatom. Hát, kiröntve. Egy nézt szólhatok? Igen. Hogy jön az öreg? Menjetek, ti várjatok meg! De itt jönnek, mint az állatsunk.
a busz el kell lennie. Levonó. Ádám mindjárt idejön, lebukva. Kérem szépen. Két dolog is napirenden van. Az egyik, hogy Orbán Viktor utasítására Kövér László elfogadtatta a házbizottsággal azt a napirendet, amely szerint holnapi nap folyamán szavazni kell néhány ügyről. Azt gondolja Kövér László, hogy meg tud félemlíteni bennünket a tiszteletdíjunk elvételével, de hát ez nem a tiszteletdíjról szól. Szeretném itt is nyomatékosítani, hogy ez a magyar munkásosztályról szól, a kizsákmányolásról szól, arról szól, hogy a rabszolgatörvény kapcsán Orbánék 400 óra túlórát akarnak elrendelni, úgy, hogy 3 éves időkeretben kell kifizetni ezt a munkabért. Ott a tüntetések kapcsán én úgy fogalmaztam, hogy a könyvgáz és a gumibót összerendezte az ellenzéket. Most is itt ellenzéki képviselők az Orbáni hazugságokat éppen felülírják. Képviselőtársaim, ez az egyik dolog, a másik az, hogy ott az ellenzék egyértelművé tette, hogy üzent a oligarcháknak, hiszen az oligarcháknak, Orbán oligarcháinak van a legnagyobb szükség erre a túlmunkakeretre, illetve a munkaidőkeretre és a 400 óra túlórára, hiszen borzasztó elhibázott gazdaságpolitika következtében borzasztó nagy munkaerőhiány van Magyarországon, és főleg a turizmusban, az idénymunkákban, és hát tudjuk, hogy Orbán oligarchái ezen a területen nyomultak leginkább. A másik dolog az, hogy üzentünk a multinacionális cégeknek is, hogy nem lehet végtelenségig kizsákmányolni a magyar munkásosztályt, annál is inkább, mert a profitot ők állítják elő, és a profitot igenis illik megosztani a 21. század Európájában. Van erre például a skandináv országokban, ahol a tőkések a profitot megosztják azok között, akik megtermelik számukra a profit egy részét. Ez a másik dolog, ahol üzentünk, és üzentünk a szakszervezeteknek, hogy nincsenek egyedül a programjaikban, a tüntetéseikben, a politikájukban, mert van politikai képviseletük az országgyűlésben, és persze utoljára hagytam, de ők a legfontosabbak, hogy üzentünk a munkásosztálynak, hogy bátran álljanak ki magukért, mint ahogy az Audiba megtették, vagy ahogy hallom most a hangokba, de ugyanígy a Suzukiba is megtették, mindenki álljon ki a maga igazáért, és hogyha ő igazukat tolmácsolni kell a magyar parlamentben, akkor ott vannak az ellenzéki pártok, ezek között a szocialisták és én magam is, akik tolmácsolják azokat a követeléseket, amelyeket megfogalmaznak a kormányzati politikával szemben. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani, és hát most megyünk ugye a Volt Társadalom Biztosítási Igazgatóság egyik székházához, ide az Árpád híd utána Váci útra. Itt közben pedig ezeket a hazugságplakátokat itt képviselőtársaim lefújják. És hát üzenetet is fogalmaznak meg Orbán Viktornak. Nagyon jó lett.
kreativitás.
Most érzed. Az autók is veszélyben vannak esetleg, amik fújja a szél. De nem az a baj, hanem hogy ott kéne lennünk már, többiek ott vannak. És a... Na mi van? Nagy vadak nem tudja senkinek. Kocsik miatt nem egy működik. Az első vagy második fújásnál az MTVA munkatársa számon kérte tőlünk, hogy ő nem szeretné, hogy harongálnánk. Én csak annyit szeretnék erre mondani, hogy ha a fideszes politikusok csak ennyi rongálást végeztek volna az elmúlt 9 évben, hogy lefújnak egy hazug üzenetet, akkor én azt mondanám, hogy hajlandó lennék bocsánatot kérni. De így, hogy folyamatosan a mi pénzünkön ontják a gyűlöletet plakátokon, médián, közmédián keresztül, így azt gondolom, hogy nincs mit szégyelni az ellenzéki politikusoknak, hogyha ilyen módszereket választanak a mai viszonyok között, hogy egy 90 milliárd forintból fenntartott közmédiába be se kerülhetünk évek óta, csak az ő általuk kreált ocsmány hírek útján, azt gondolom, hogy szerintem ezt folytatnunk kell, és nagyon helyes, hogy ilyen eszközöket vetünk be. Az Gondolkodtam, hogy a felújítás használatot, hogy a felújítás használatot, hogy a felújítás használatot,
Ellenzék.